Kádári János 1926-tól a nyarakat Olaszországban töltötte, lenyűgözte a mediterrán nyüzsgés, a színek és a fények kavalkádja. Járt Firenzében, Riminiben, Alassióban, a helyszíneket pedig naplószerű pontossággal örökítette meg a vázlatfüzetében, így ma is pontosan tudjuk, hogy mikor, merre járt. Fehérre alapozta a vásznat, és nagyon-nagyon híg olajfestékkel dolgozott. A híg olajfestékbe mártott ecsetjével pedig lendületes, gyors, dinamikus, széles gesztusokkal vitte fel a festéket a vászonra. Jobban érvényesüljenek a színek, a festéket nem palettára, hanem egy üveglapra nyomta ki a tubusból, és így lettek igazán élettel teli, élénk színek. Szárjémo a Ligúr tenger partján fekszik, ma is népszerű üdülőhely. Ez a domb, ez itt a Lapinja, aminek a tetején magasodik a Madonna della Costa temploma. Vasari pedig valahol itt állhatott a kikötőben, és innen festette meg az eléje táruló látványt. Vasari János festészetét úgy is szoktuk hívni, hogy örömfestészet, mert Vasari szerette az életet, szerette a szépet, szerette a nőket, szerette a társaságot, szeretett utazni, szerette a tatai kertjüket, a gyümölcsöket, a virágokat, és ezt festette.